Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt ház! Az ön mostani felszólása és a polgármester úrnak a település lakói nevében írt köszönő leveli azért más-más hangnemet üt meg Budai Gyula munkájával kapcsolatban, hiszen az ottaniak kérték, és nem képviselő, hogy kormánybiztos úr erről vizsgálatot indítson, ő ezt meg is indította, viszonylag részletesen le is folytatta, amilyen iratok rendelkezésére álltak, visszajelzett a városnak, hogy ő milyen következtetésre jutott, és a közvetett bizonyítékok mellett milyen további közvetlen bizonyítékokra van szükség ahhoz, hogy itt pontosan az értékaránytanságot meg lehessen állapítani. Ezen túlmenően természetesen nincsen perben legitimációja egy magánügyi perben a kormánybiztos úrnak, hiszen az ott érintetteknek kellene valahogy ezt a szerződést megtámadni minél korábban. Egy igencsak részletes és mindenre kiterjedő választ adott kormánybiztos úr, és úgy érzem, hogy kettőjük között egy másfajta hang nem uralkodott. Ön eddig nem kapcsolódott be ebbe a párbeszédbe, ön eddig nem vette ki a részét a munkából, most úgy látszik, mégiscsak számon kérően igyekszik itt felszólalni. Talán a képviselő vette volna a fáradtságot az elmúlt egy hónapban, és akár a kormánybiztos úrnak, akár a helyieknek rendelkezésére bocsátott volna iratokat, vagy a munkából is kivette volna a részét, nem csak az utána levő itteni felszólásokba. Talán előrébb jutottak volna. Egy szerencsére a települési önkormányzat és az elszámoltási kormánybiztos jól tudott eddig együtt működni. Remélem ez ezentúl is így lesz. Egymás munkáját eddig kölcsönösen segítették, amelyet mindkét fél megköszönt. Az ő hangvétele szerencsére eddig nem volt jellemző erre módra. Szerintem inkább ön akkor végezze el azokat a különböző jogi okiratszerkesztéseket, vagy tegye meg azokat a bejelentéseket, amelyeket másoktól hiányol. Van, amit ön se tud megtenni, hiszen ő nem az önkormányzat képviselője, abban a perben, magánjogi perben nincsen önnek se perbeli legitimációja, de hát Budai úr eddig is és ezután is azért igencsak szorgalmasan kivette a részét az elszámoltatási munkából. Így lesz ez a következő hetekben, hónapokban is. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, államtitkár úr! Tisztelt Országgyűlés, e napi rendi pontunk végére értünk. Munkánkat 17 óra 35 perckor folytatjuk, szünetet rendelek el. Tisztelt képviselőtársaim, a Magyar Óceánai Baráti Kör tartja összejövetelét itt a Patkóban.
Tisztelt Országgyűlés! Kérem, foglalják el helyüket. Ellenőrizzék, hogy a kártyájukat elhelyezték-e a szavazógépben. Tisztelt Országgyűlés! Most sürgős tárgyalásba vételi kérelmekről határozunk. A kormány által beterjesztett indítványok közül egyes javaslatok minősített többséget igénylő rendelkezéseket is tartalmaznak. A házszabály rendelkezéseire figyelemmel ezek sürgős tárgyalásba vételéről is a minősített többség szabályai szerint kell döntenünk. Kérem képviselőtársaimat, foglaljanak helyet. A határozat hozatalok előtt erre figyelmeztetni fogom az Országgyűlést. A kormány téper 3497. sorszámon benyújtotta a köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvényjavaslatát, és kérte ennek sürgős megtárgyalását. Megkérdezem, hogy a kormány részéről kívánja valaki indokolni a kérelmet. Jelentkezőt nem látok. Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, hogy sürgős tárgyalásba veszi-e a téper 3497. sorszámú előterjesztést. Kérem, szavazzanak a minősített többség szabályai szerint. Kérem, szavazzanak! Az Országgyűlés az előterjesztést ...229 igen szavazattal, 71 nem szavazattal, tartózkodás nélkül sürgős tárgyalásba vette. A kormány téper 3479. sorszámon benyújtotta a népszavazás kezdeményezéséről szóló törvényjavaslatát, de a sürgős tárgyalás iránti kérelmet visszavonta. A kormány téper 3478. sorszámon benyújtotta a honvédelemről és a magyar honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló törvényjavaslatát, és kérte ennek sürgős megtárgyalását. Megkérdezem, hogy a kormány részéről kívánja valaki indokolni a kérelmet. Nem látok jelentkezőt. Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, hogy sürgős tárgyalásba veszi-e a téper 3478. sorszámú előterjesztést. Kérem, szavazzanak a minősített többség szabályai szerint. Az Országgyűlés az előterjesztés 241 igen, 78 nem szavazattal tartózkodás nélkül sürgős tárgyalásba vette. A kormány téper 3499. sorszámon benyújtotta a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatát, és kérte ennek sürgős megtárgyalását. Megkérdezem, hogy a kormány részéről kívánja valaki indokolni a kérelmet. Jelentkezőt nem látok. Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, hogy sürgős tárgyalásba veszi-e a téper 3499. sorszámú előterjesztést. Kérem, szavazzanak a minősített többség szabályai szerint. Kérem, szavazzanak! Az Országgyűlés az előterjesztést 242 igen szavazattal, 79 ellenében tartózkodás nélkül sürgős tárgyalásba vette.
A kormány TPR 3485. sorszámon benyújtotta a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló törvényjavaslatát, és kérte ennek sürgős megtárgyalását. Megkérdezem, hogy a kormány részéről kívánja valaki indokolni a kérelmet, jelentkezőt nem látok. Kérdezem tehát a tisztelt országgyűlést, hogy sürgős tárgyalásba veszi-e a TPR 3485. sorszámú előterjesztést. Kérem, szavazzanak! Az országgyűlés az előterjesztést 240 igen szavazattal 81 ellenében tartózkodás nélkül sürgős tárgyalásba vette. A kormány TPR 3480. sorszámon benyújtotta a sporthuliganizmus jelensége elleni fellépés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatát, és kérte ennek sürgős megtárgyalását. Megkérdezem, hogy a kormány részéről kívánja valaki indokolni a kérelmet. Jelentkezőt nem látok. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy sürgős tárgyalásba veszi-e a TPR 3480. sorszámú előterjesztést. Kérem, szavazzanak! Az országgyűlés az előterjesztést 241 igen szavazattal 81 ellenében tartózkodás nélkül sürgős tárgyalásba vette. A kormány TPR 3500. sorszámon benyújtotta a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatát, és kérte ennek sürgős megtárgyalását. Megkérdezem, hogy a kormány részéről kívánja valaki indokolni a kérelmet. Jelentkezőt nem látok. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy sürgős tárgyalásba veszi-e a TPR 3500. sorszámú előterjesztést. Kérem, szavazzanak! Az országgyűlés az előterjesztést 242 igen szavazattal 80 ellenében tartózkodás nélkül sürgős tárgyalásba vette. A kormány TPR 3502. sorszámon benyújtotta a közbeszerzésekről szóló törvényjavaslatát, és kérte ennek sürgős megtárgyalását. Megkérdezem, hogy a kormány részéről kívánja valaki indokolni a kérelmet. Jelentkezőt nem látok. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy sürgős tárgyalásba veszi-e a TPR 3502. sorszámú előterjesztést. Kérem, szavazzanak! Az országgyűlés az előterjesztést 243 igen szavazattal 80 ellenében tartózkodás nélkül sürgős tárgyalásba vette. Tisztelt országgyűlés, most részletes vitára bocsátások következnek. Indítványozom, hogy az országgyűlés bocsássa részletes vitára az Állami Számvevőszék 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló tudomásul vételéről szóló HPR 3427. sorszámú határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! Az országgyűlés az előterjesztés 296 igen szavazattal, egy ellenében 28 tartózkodással részletes vitára bocsátotta. Indítványozom, hogy az országgyűlés bocsássa részletes vitára az atomenergiáról szóló 1996. évi 116. törvény, valamint a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi 159. törvény